nyolcszög, négyszög, azt úgy hívja az irodalom, hogy perzsa csempe minta. Hát ez egy mérgező hulladék, igen. Nagyon büszke vagyok rá, hogy évi 1000 kiló ruhát dolgozunk fel a műhelyben. Hello, hello! Szia! Tisz Angéla vagyok. Pécsen élek. Bölcsészkaron végeztem, nem tanultam textilt, de azzal foglalkozom, hogy hogyan ne dobjuk ki azokat a ruhákat, amik még olyan anyagból van, amit a természet anya nehezen vesz vissza. Sok-sok gyerekem született egymás után, sok-sok gyerek ruha. Láttam, hogy akkor én rózsaszőnyegeket fog szőni, és akkor még nem lesz hideg a ház, és feldolgozom ezt az összes rugdalózót, ami itt lóg mindenhol a fülemen is. És egy évad, vagy egy tél után meg így úgy döntöttem, hogy gyönyörűek a színei, és csodálatos dolog szülni, de hogy a minősége az csapnivaló. Ezen gondolkodtam, hogy hogy lehetne ez jobb, és akkor kinyílt valahogy az, az egész rendszer, hogy meg kell sodorni a fonalat, hogy nem csak a szövés van, hanem van a fonás is, meg a csomózás is, meg még mi minden lehet más. Először levágjuk a varrott részeket, utána a koncentrikus spirálba fölvágjuk. Ezek a nyers szálak, amik mondjuk alkalmasak horgolásra, kötésre, apró tárgyakra, de a nagy tárgyak készítéséhez megsodorjuk a fonalakat, mert az erősíti meg. Tekerjél! Gyorsabban! Ez vékony is. Nélon is, hogy annyit kell tekerni, László, hogy minden gyorsaságodat bevetheted. 97-ben jött az ötlet, hogy valamit kezdeni kell a felgyülemlő anyagokkal, és a munkanélküliséggel, és a helyi közösséggel. És 99-re lett ebből egy foglalkoztatási program. Retextil anyagokat dolgozok föl, ebből készülnek a szőnyegek, egyéb használati eszközök. Azért fontos, mert nem fulladunk bele a szemétbe, hanem úgymond a ruhaanyagokat újra hasznosítjuk. Azért veszélyes hulladék a ruha, mert hogy nagy részt szintetikus anyagból készülnek már a ruháink, amit ugye a természet nem tud visszavenni. Ez a lényeg kb., hogy ezt megérezzük, hogy nekem hatalmam van, választásom van, hogy ásványvizet iszok, vagy forrásvizet iszok, hogy kidobom a ruhámat, mert meguntam, vagy lábtörlőt csinálok belőle, vagy függőágyat. Vannak lakossági adományozóink is, van egy ruha, kis ruha bizományi, nagyon kedves bolt. A Sétáló utcának a végén a Ruhatár nevű, ez a Ruhatár az állandó ruhaadományozónk már szerintem több mint 10 éve. Ez az Ozora Fesztivál nagy színpadának, vagyis az Ozora színpadnak a fedése. Bruttó 5000 négyzetméter ez a színpad, és ennek mondjuk nagy része lesz idén ezzel a kézi munkával borítva. Én visszaszámlálásban vagyok, hogy kellő intenzitással és alaposan tudjuk kiengedni, vagy kirakni a világnak ezt a tudást, mert hogy nekem így végesek az időim. Tényleg annyival jobb alkotó életet élni, és ez egy annyira alacsony küszöbű, hozzáférésű alkotási mód, hogy tényleg nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnák az emberek használni.